Harapj rá egy kicsit? Nem. De, de te azt mondod, hát te vagy a műsoromban, azt csinálod, amit mondok. És leveroptad. Nem erre gondoltam, de... Jaj, a kezem! Megijedtél, mi? Sziasztok, skacok, én Dávid vagyok, és itt van velem Ib és Bence. Hello. Hello. És a Játékszigettől kaptunk játékokat, ráadásul ezek ilyen kísérleti játékok, és azon belül is ma ezt a dinósat fogjuk tesztelni. Jó lesz? Igen. Király. Zsír. Úgyhogy hamarosan kezdünk. Hát akkor bontsuk is ki. Azt mondja, hogy ott le van celluxozva, de nem baj. Srácok, nézzük, mi van benne. Ib, nyugodtan nyúljál hozzá meg minden. Vizsgáld meg. Kérlek szépen. Ó, szuper, tiéd lesz a füzet. Ezt kell végignézned. Mi a dolgunk? Jó? Bence már is megtalálta a tojást és a dinoszauruszt benne. De van egy dinoszaurusz. Van benne egy dino? Ó, itt meg kettő ilyen cucc. Na, ezeket kinyitjuk. Igen, azt mondja, hogy szerintem léphetünk is. Mik vannak? Ez viszont csak az egyik ötökre lesz jó. Melyik ötök szeretné felpróbálni? Felpróbálhatja, Bence? Igen. Vagy majd a felén átadjuk neked. Nézzél bele a kamerába. Nagyon jól látsz. Na szóval, és van matrica! De jó! Szóval, amit a csomag tartalmaz, van benne egy ilyen lenyomat, van benne két ilyen puha cucc, szerintem ez ilyen megszárítható, kiégethető dolog, agyag, és ó, van itt egy tojás, benne valami dzsuvával és egy dinoszaurusszal, van hozzá egy ilyen kis könyvecske, és ez pedig, aha, ezt pedig, én már tudom, mi van benne, de már elolvastam angolul, de ki is nyitjuk. Azt mondja, hogy, de nem veheted le, az rajta kell, hogy legyen az arcodon. Igen. Van benne egy, jaj, hát tudom mi, ez egy fosszília, van benne egy dinoszaurusz, és azt kell belőle kiszabadítani. Tök kemény, kopogtasd meg. Kemény? Nagyon. Ugye? Azt komoly. Harapj rá egy kicsit. Nem. De, te azt mondod, te vagy a műsoromban, azt csinálod, amit mondok. És leharaptad. Nem erre gondoltam, de... Te is harapj rá egy a szélére. Aha, igen, az, a fognyomod azért ott maradt, és csak. Bence meg leharapod belőle egy darabot. Keményen tolod, gyerek. Túrva. Na de, akkor most melyikkel kezdjük? Mi legyen? Erről addig így létszesz, olvasd már el, hogy ezek mire jók. Itt van valahol a füzetben. Mert igazából ezt figyelj, dzsuvázzunk. Dzsuvázzunk. Ezt kicsit tegyük félre. Jaj, hát akkor Bence, kélek szépen ezt ki is bonthatod. Felleszedjük rólad, és most így fogja fölvenni. Ezek levegőn száradó anyagok, műanyag nyomfosszília formát is kaptunk hozzá ezt. Ezeket akkor, aha, rá kell nyomni majd, és utána megszárad. Nagyszerű, Bence, amíg azzal el van, mi ezt megcsináljuk. Akkor tessék, erre rá kell rakni ezt a dzsuvát, amit ki tudom bontani. Ah, hú, de nehéz. Azaz. És akkor mondom. Ó, ügyes vagy, várj, most már ezzel haladunk. Nyisd ki a levegőn száradó anyag csomagot, és gyúrd meg, hogy megpuhuljon, eközben lassan add hozzá a színeket. Oké, nyomd rá az anyagot a műanyag nyomfosszíliára, és ügyelj rá, hogy az egész feletet befed, óvatosan húzd le az anyagot formáról, a dinoszaurusz lábnyom útmutató segítség azonosítsd be, hogy milyen dinoszaurusz lábnyom. Ha meg akarod tartani a dinoszaurusz lábnyom, hagyd az anyag megkössön egy éjszak alatt. Bocs ki, told rá. Nem belülről kéne? De így. Fut, tiszta dzsúva. Milyen szaga van? Ib, tessék, dolgozz el rajta, légy szíves. Milyen hát, szaga van, bolyom? Milyen szaga van? Várjál, szagold meg. Nem szagold jó. Meg. Milyen szaga? Hát nagyon kicsit ecetes, kicsit rakjuk arrébb, hogy az operatőr is lássa, hogy mit ügyködünk itt. Akkor tessék, dolgozz el rajta, légy szíves. Kapsz még ilyen libafos zöldet is. Ugyanaz, csak más színben. Figyelj, amúgy nem ragad rá a kezedre, szerintem nagyon. Hát egy kicsit. Ezzel nem annyira. Nem tudom, hogy van ilyen menni matricájuk. Tessék, ezt szedd le, légy szíves. Neked most már úgyis dzsúvás a kezed.
Azaz, gyerünk. Tessék, most már ezt odaadom. Oké, akkor amíg Ibe el van azzal, én azt kérem tőled, Bence, hogy ezt akkor most nyissuk ki. Ugye ez egy fosszília lenyomat készítő. Félek. Fogjad? Csak megnéztem. Na, szabadíts ki ebből a tojás sárgája, dzsuvából a dinoszauruszt. Okay. Szedd le az összeset róla, és tegyük majd bele a tojásba. Így, így, szépen ott úgy kend rá. Azaz, azaz, ügyes vagy. Szedd le róla az összeset, Bence. Ezt addig én meg ezt is mutatom. Tök jó. Azaz, az egészet így végignézd itt a széléig. Durva, mi? Na, a maradékot most már szedd le. Jó, mutassuk meg kifelé a másik oldalát. És akkor ugye ott vannak ezek a lenyomatok, amik kitüremkednek, amire ráraktuk ezt a réteget. Ez egy éjszaka alatt elvileg megszárad, mert levegőn száradó gyurma. És gyakorlatilag utána le lehet szedni, és be lehet azonosítani, hogy melyik dinoszaurusznak a lábnyomát hagyták ott a csárban, vagy a megkeményedett cucca. Úgy vagy, de jó kis cuki, triceratops. Na de, van nekünk még itt egy dolgunk, ezt kell kibontani, ugye ez a fosszília. Most, hogy elkészültünk mindennel, itt hát ezt valahogy kikérem. De régészet. Ugye? Ugye? Na most az a kérdés már csak, hogy ezt hogy nyitom ki? Vagy mivel? Ha, szuper, itt sikerült kettészedni. Ajajaj, figyelj! Ó, hát igen, Bencének a harapás nyoma. És akkor... Halljátok? Nagyon durva. Hát akkor skacok. Nem ezek egy le. Melyik őtök szeretné elkezdeni kiszabadítani a dinót? Akkor elkezdem. Tessék. Bence, stabilan fogjad, légy szíves. Meg így te is. Szakszerűen már is elkezdted kaparni ezt a kültömböt. Hát. Na, hogy alakul? Várjál, bocsánat, tisztítást kérünk, Bence, abba az irányba söpörd le. Azaz, sokkal jobb. Oké, mehetünk tovább. De most már közepét, azt menjünk tovább, ne a szélét kezdek kaparni. Hopp, ott valamit elértél? Ó, azaz, az mi? Mutasd, nem látom. Hát az valami. Ugye már tudjuk. Várj egy picit, pillanatra, haragudj. Igen. Aha, a lába! Lehet, hogy a másik oldalról kellett volna. Jaj, fordítsuk meg most már, mert ezt a végtelenséget. Innen kezd el, légy szíves. Ó, ott eltalálta. Ó, valami testrész már megint. Ott is van. Ó, adjak másik eszközt amúgy, amivel gyorsabban tudsz haladni? Aha. Akkor én most mutatok nektek valamit, amivel készültem. Ezt nem ajánljuk, hogy otthon kipróbáljátok, csak felnőtt felügyeletével. És azt azért szeretném megmutatni, hogy itt a dinoszaurusz az már látszódik, és szerintem valahogy így fog kinézni, így elnyúlva. Úgyhogy nagyon óvatosan, így szépen kérlek szépen, hogy így... Hát figyelj, igen, én most ezt én fogom a Benceját. Azaz, gyerünk, jó lesz! Ajajaj, várj, ott lejött egy nagyobb rész. Aha. Ó, hát jó. Minden biztos az, nézzük csak meg. Azaz, hát ebben valóban nincsen semmi, mert szétjött. Jó. Akkor most itt a másik végét, hogy így körbe. Jaj, a kezem! Megijedtél, mi? Azaz, kiszabadítottuk. De jó! Jó. Na most már csak azért hagyjunk benne ennyit, mert így azért elég látványos a dolog. Már meg tudjuk mutatni a nézőknek. Figyeljetek, így mi. Tehát akkor mit látunk? Egy kihalt dinoszaurusz. Így van, annak a miét. Csontfázat. Így van, mert miben volt? Kőzetben maradt meg. Ez egy fosszília. Tehát ez a Dino Lab csomag, amit a Játék Szigettől kaptunk, és itt a People Team nyári gyerektáborában, a YouTuber és Vlogger táborban kibontottunk és teszteltünk. Abban háromféle játék van, plusz matricák. Az egyik egy ilyen slime-os, műtaknyos tojás, ami gyakorlatilag a tojás sárgája, és amiben a Triceratops benne volt. Mutasd meg a Triceratopsot, Bence. A másik egy ilyen fosszília lenyomat készítő, ugye ez egy műanyag, és arra kell rakni levegőre száradó anyagot, ugye? És volt még benne, hát egy gyakorlatilag egy fosszília, amely akkora volt, mint egy szappan, és ahhoz van véső, meg ilyen régész ecset,
én meghoztam a speciális segédeszközt, és ebben, amint látjátok, egy gumiból van, egy dinoszaurusz csontváz, úgyhogy ezt teljesen lefejtjük róla, akkor az abszolút játszható játék, már le is esett egy újabb rész, csak így akartam megmutatni nektek, hogy lássátok, hogy egyébként ez még egy jó pofa. Na, hát skacok, szerintem ez egy jó pofa okosító játék, nem? Igen. Jó van, te látom, el vagy azzal, oké. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Látom, megtalált a legújabb humorforrást. A Puki Zolzét, tojássárgáját. Ha tetszett a videó, mindenképpen nyomjatok egy lájkot itt a videó alatt, és kommenteljetek, de megtaláltok Instagramon, Facebookon is, és mindenképpen nyomjatok be a csengetyücske, vagy harangot, a gumocskát, ami nem tettétek volna még meg. Mi köszönjük ezúton is a Játékszigetnek ezt a játékot, és egyébként pedig a People Team nyári gyerektáborából, azon belül is a vlogger, influencer, youtuber táborból jelentkeztünk. Sziasztok! Sziasztok! Integessetek! Sziasztok! Sziasztok, skacok, én Dávid vagyok. Mi van nálunk? Glicza. Csillámos, fölragasztható. Hát mi ez? Tetkó. Csillám-tetkó. Mi van, megszeppentél, te nagy játéktesztert? Ne vitatkozz, én már csináltam ilyen glicza csillám-tetkót. Te meg neked meg még nem is volt.